Warren Adler, a Rózsák háborúja című fekete komédiájának főszereplői, a rózházas pár 25 év után elválik. Egymásról le tudnak mondani, de a közös otthonukról nem. Elszánt harcba kezdenek a házért, és a legdurvább eszközöktől sem riadnak vissza, hogy legyőzzék egymást. Miközben a tét látszólag az, kié lesz a ház, a házaspár valójában egymás teljes anyagi és fizikai megsemmisítésén fáradozik. Az előadás az Azonos című film színpadi változata. A darab rendezője Csibi Gergely, aki ifjúkora ellenére már harmadszor ült a rendezői székbe. Több színdarabot is átolvastam. Ugye olyan szempontokat kellett figyelembe venni, megvoltak már a színészek a fejünkben, hogy kikre szeretnénk darabot találni, és nagyon sok mindent átolvastunk, és akkor a producerekkel együtt, ugye az Attilaikkal együtt leültünk, és akkor átbeszéltük, hogy mi lenne a jó. Nyilván olyat próbáltunk találni, ami a piacon eladható, de a színészeknek is egy nagyon jó feladat, és nem csak egy üres nevettető előadás, hanem nagyon szóljon valamiről. Igyekszem mindig olyan darabokat választani, aminek nagyon erősen van egy üzenete. Ez ugye ez egy válás, ez 25 év házasságnak a története sűrítve, egy válási folyamat, és arra gondoltam, hogy akkor ez jó játék lehet a színészeknek is. A feleség Barbara Rose szerepében Györgyi Anna lépett színpadra. Szeretne egy üzletet nyitni, egy ilyen főzéssel kapcsolatos, és be is indul neki, de valahogy mindig negligálja a férje, és úgy tulajdonképpen nem azt mondom, hogy lenézi, de nem hisz abba, hogy ebből lesz valami, és hát 25 év házasság után a nőnek ebből elég lesz, és szeretné, hogy elváljanak, és hogy az övé maradjon ez a ház. Tulajdonképpen a házon indul el a dráma, a bonyodalom, a konfliktus. A férjet, Jonathant, Serez Zoltán alakította. A színművész szerint számos olyan pontja van az előadásnak, amelyben sokan magukra ismerhetnek. Egy jó szituált családról van szó, és más szinteken zajlanak azért itt a konfliktusok, és nyilvánvaló, egy ilyen válási procedúrában azért más pénzről is van szó. De ez azon múlik, hogy az Annával mi hogy tudunk együttműködni. Hogyha megvan köztünk az együttműködés, ha megvan a jó kémia, akkor én is tudom ezt szeretni. Hogyha a próba folyamatban bármilyen nehézség adódik, ami inkább fogcsikorgatva megoldás, akkor meg mindegy, hogy nagyon jó-e a szerep, vagy sem, mert két embernél ezen múlik, hogy ők hogy tudnak együttműködni. És akkor lehet minden szerepet szeretni. A Vidor Fesztivál a színházi előadások mellett számos programot kínál. A legkisebbeket minden délután bábelőadások várják a Vidorkertben, ahol éjszakánként zenekarok és DJ-k szórakoztatják a felnőtteket.